Egyszerre két autó is zöld utat kapott a magyar-ukrán határon Záhonynál. Folyamatos az autósor, változó, hogy mikor mennyit kell várni az átlépésre. Mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, sokkal szigorúbban veszik a vámvizsgálatot, mint az unión belül. Volt olyan autós, aki éjszaka indult, hogy délelőtt átkeljen a határon. Ma nagyon sokat vártunk, mert az ukránon álltunk egy órától Fejlicakától, és csak most érkeztünk fel ide, vámra. És itt kimondottan a magyar oldalnál általában? A magyar oldalon hamarabb megy, hál' Istennek. Az átlépésnél ellenőrzik az úti okmányokat, sok esetben a csomagokat is. Azt nézik, hogy milyen és mekkora mennyiségű jövedéki, adóköteles árut hoznak az utasok. Lassítja a folyamatot a járvány miatti ellenőrzés is. Egy év kiesett a Covid miatt, úgyhogy most mindenki jön, megy. Rengetegen vannak oltva, és ez az oltást mindenkinek ajánlom, hogy oltsa be magát, és ez segít, gyorsítja a folyamatot. Babik Laszlov, Ukrajna nyíregyházi konzulátusának megbízott vezetője azt mondta, augusztus 5-én új rendelkezés lépett életbe. Mindenki, aki Ukrajnába belép és nincs beoltva, 10 napos karanténba kerül. Mindenki karanténba kerül, aki Ukrajnába megy. Karantén alól felmentést ad a vakcina kiskártya, amihez kell csatolni egy igazolást, hogy megkapta a teljes oltást. Ez ugye a Jensen-i 1, az összes többinél pedig 2. Különben le kell tölteni a határon a Maradj Otthon app applikációt, ami egy ilyen karantén követő kis applikáció. Ezt a határőrök segítenek szívesen, van egy QR kód, ami alapján ott is le lehet tölteni, de ajánljuk mindenkinek, hogy előre már így érkezzen meg. És akkor ugye karanténba kerülnek, onnan pedig egy Ukrajnába elvégzett teszttel lehet a karantént feloldani. Ez a legújabb szabályozás. Visszafele semmi korlátozás nincsen, Ukrajnából magyar állampolgár, ukrán állampolgár korlátozás nélkül léphet be. A karantén a belépést követő 3. napon kezdődik meg, és 10 nap múlva szűnik meg. A magyarországi védettségi igazolványt elfogadják, de igazolni kell azt, hogy mindkét oltást megkapta az utazó azzal a dokumentummal, amelyet az oltáskor kapunk az orvostól.